Üdvözlet mindenkinek, itt egy Robi Kelzer, egy-egy újabb rádiót szeretnék bemutatni nektek. Ez egy TYT-UV3R típusú készülék. Dual kijelzővel, két sávos VHF, UHF és egy teljes értékű billentyűzettel. Készülék sajnos nem DTMF-es, de viszont teljes értékű billentyűzete van. Ez egy kisméretű Baofeng UV3 méretű készülék. Mobiltelefon méretű akkumulátorral. Hát a külső az egy ilyen picit érdekes, tehát nem a szokásos teljesen szögletes készülékről van szó, hanem van benne némi kis ívecske. Teljesen jó és kézbe simuló a fogása, nem mintha a Baoval bármi probléma lett volna. A méretei, mint látjátok, a Baofenghez képest szinte teljesen megegyező a magassága, egyedül a vastagság, ami talán még kisebb is, mint egy picit a Bao. Tehát a vastagsága egy picit egy ilyen 4 mm-rel vastagabb a TYT készülék. Rádiónak egy kis rövid antennája van, ami kétsávos. Ami kétsávos, itt mutatja is, ha látszik, hogy VHF-UHF antenna. Normál SMA csatlakozású a készülék. Készülék tetején találjuk a headset csatlakozót, és szerintem a programozó részt is. Ez 2,5-es jack duójú, tehát vékony, nem 3,5-es, 2,5-es jack duó. Ugye alapkiszerelésbe kapunk hozzá egy headsetet. Gumi rész dugó ugye védi a portól és a nedvességtől. A tetején található még ugye a bekapcsoló gomb és a csatornaváltó gomb. Tehát a hangerő szabályzás az digitális. Ez egy nagyon precízen, pontosan pattanik a gomb, tehát teljesen kellemesen lehet kapcsolgatni. Bekapcsoló gombot viszont úgy tudjuk bekapcsolni, hogy lefelé megnyomjuk, és bekapcsolt a készülék. A készüléknek a kijelzője ugye dupla soros kijelző, szabadon állíthatjuk, hogy VHF vagy UHF legyen a két-két kijelzőn. Na, a másik dolog még itt a készülék jobb oldalán találhatjuk a töltő csatlakozót, ami egy normál mini USB 5 pines csatlakozású csatlakozó. Ezen keresztül tudjuk tölteni a készüléket, és ő tölti az akkumulátorát. Töltős képpen még kaptunk a rádióhoz egy külső töltőt, ami ugyanígy az USB-s adapterrel lehet tölteni, tehát akár számítógépről, vagy ha nincs nálunk a kábel, akkor mondjuk egy fényképezőgépnek a kábelével is lehet tölteni. Hát, hogy elektronika van-e benne, az meg kiderül, majd szétszerűen megnézzük, mert elég könnyű a szerkezet. Mert mit kaptunk még a rádióhoz? Kaptunk hozzá egy nyakpántot, egy ilyen barnás színű nyakpántot. Hát a Baofeng Ronda kékéhez képest ez azért már eredmény. A hálózati töltő az pedig egy ilyen szabvány USB hálózati töltő. Másik, ami még járt a készülékhez, az övcsat. Az övcsatot pedig ide hátra a burkolati műanyag lemez eltávolítása után tudjuk felrögzíteni, ha valakinek esetleg kellene, de hát ugye nyakpántnak ott a hely. Akkumulátor és hátlap rögzítés. Ugye a hátlapnak ugyanúgy, mint a Baónál van egy ilyen kis fül, amit föl tudunk tolni, és úgy tudjuk rögzíteni. Akkumulátor. Én úgy nézem, hogy ez egy Nokia BL4C típusú akkumulátor. A gyári értékek azok 1300 mAh, tehát nagy valószínűség szerint ezt tudja is az akkumulátor. Fém hátlap, kifejezetten az akkumulátornak kiívesített rész. Csillagcsavarokkal van rögzítve a rádió hátlapja, jobban mondva a fém hátlapa az előlaphoz. Hát visszarakjuk a készüléket. Antenna felrak, és kapcsoljuk be a rádiót. Még mielőtt azért gyorsan elmondom, hogy itt a készüléknek a jobb oldalán van a nagy PTT gomb.
Itt van egy zajzár gombunk, és van egy funkció gombunk, amit programozni lehet. Jelen esetben, alaphelyzetben egy ilyen vészhívás csipogásra van beprogramozva. Úgyhogy ennyit a külsőről. Hát amit én el tudok mondani így a külsőről, az annyi, hogy egy Baohoz képest, mint hogyha egy ilyen luxus kivitelű készüléket fognánk a Baofenghez képest. Ez a tudásba is megmutatkozik, úgyhogy úgy néz ki, hogy egy jó készülék. Egy napos nézegetés és használat után én nem találtam benne olyan kivetni való hibát, ami problémát okozott volna. Igaz, hogy a programozáshoz egy picit hozzá kell szokni, tehát egy kisebb pilótavizsga kell hozzá, de hogyha valaki megtanulta, akkor könnyen, gyorsan programozható a készülék. No, hát dual kijelző ugyebár, dual kijelző között ugye az UV gombbal tudunk váltani, teljesen fehér háttérvilágítás, tehát nem zöld, nem kék, nem sárga, ezen változtatni nem lehet, teljesen fehér, teljesen jól látható kijelző. Ugye a 9 darab gombbal, nullával, funkció gombbal, VFO gombbal, egy Enterrel és az UV gombbal. Az UV gombbal tudunk váltani a két VFO között. Funkció gomb és az Enter megnyomásával tudunk belépni a menübe. Hát ezt most nem fogom végig elsorolni, hogy micsoda az legyen egy következő videó, de a CTCSS scan-től elkezdve a Vox-nak a késleltetési idejéig, az akkumulátor volt kijelzésig, az 1750-nek a kitartási idejéig, akkumulátor kimélő 4 fajta változatban állítható, és még ráadásul az FM műsor szóró vevőnek is lehet állítani a léptés közét, úgyhogy van benne nagyon sok minden. És ugye a másik dolog az, hogy ugye billentyűzetről be tudjuk írni, amit szeretnénk, és nem kell tekergetni a gombokat. Ugye dual kijelző, sokan kérdeznék meg, hogy hát figyeli-e a rádió a dual módot, és azt hogyan reagálja le. Nagyon jól reagálja le, mert ahol éppen áll a prompt, ott is fog maradni a készülék. Hát ezt most megmutatom nektek, átváltok a másik VFO-ra, és csinálunk egy audio próbát a balatoni papagájra. 1-2-3-4, 1-2-3-4, rádió próba a balatoni papagájra, és gyorsan átváltom a... 1-2-3-4, rádió próba a balatoni papagájra. Konyhában vagyok, asztalon, kis antenna, tőlünk egy 5 kilométerre van a papagáj, teljesen szép, tiszta hangja van, wide módban van most a rádió jelen pillanatban, és látszódott, hogy nem váltott át az alsó VFO-ra a készülék, maradt a prompt ott, ahol volt, és egy kis csillag jelezte azt, hogy a készülék a másik VFO-ra figyelt oda. Úgyhogy teljesen jó ez a dolog. Hangerő állítás, azt úgy tudjuk megoldani, például így a zajzárat kinyomjuk, szóval van itt hangerő rendesen. Alapesetben ennyi igazából a készülékről, amit gyorsan el tudok mondani. Kellemes fogás, billentyűk azok minden további nélkül kezelhetők. Azért a használt utasítást ezt el kell olvasni. Dual VFO működik, úgyhogy összességében egy nagyon jól összerakott rádió. Jó alternatíva a Baohoz V3 helyett, hogyha valakinek egy picivel több szolgáltatás kell, és kell a több gomb, kell az, hogy mindent be lehessen írni a billentyűzetről. Na, a következőben pedig akkor majd a programozásról és még az egyéb dolgokról lesz majd szó. Üdv mindenkinek, egy Robi Kezer, egy pmrradio.hu. Sziasztok!